Üdvözlöm a nézőket! Gombák, algák, növények. Hogyan lesz ezekből képzőművészeti alkotás? Újházi Adrián szerves anyagokból álló műtárgyakat éltet Újvidéki műtermében. Itt vagyunk most, és a bioartról beszélgetünk a művésznővel. Üdvözöllek! Szia, köszönöm a meghívást! Mikor kezdtél el képzőművészettel foglalkozni? Hú, hát ez egy eléggé összetett kérdés, és összetett válaszsal is jár. Hát a képzőművészet az még gyerekkoromban jelen volt, szóval a nagymamámmal sokat rajzoltam, és igazából ő neki köszönhetem a mai napig is, hogy kreatívan tudok alkotni, és hogy össze tudok fűzni több réteget, ami a művészetet illeti. Az óvodában szívesen rajzoltam, ezt az érdeklődést ugye folytattam az általános iskolában, majd a rajztanárnő is észrevette, hogy azért lehetne belőlem valamit kihozni, hogy többre is képes vagyok, és nagy szeretettel beírtam a Bogdán Supót szakközépiskolát, és akkor már tudtam, hogy jó úton haladok, viszont mert még az általános iskolában volt egy nagy dilémám, hogy akkor most én szeretnék például állatorvos lenni, vagy éppen a képzőművészettel szeretnék-e foglalkozni, és úgy döntöttem, hogy mégiscsak maradok a kreatív úton, úgy mondva, és akkor már tudtam, hogy ez mondjuk rá a hivatásom, hogy ebben a szférában tudnám legjobban kifejezni magamat. Aztán a rajzolástól messzire sodródtál, említed az állatorvoslást, tehát a biológia is érdekelt, és ezt a kettőt összevontad. Hogy nézett ki ez a folyamat? Így van. Hát visszatérve még az állami sulira, meg a középsuliban is ugyanúgy volt persze biológiánk, és azért van egyfajta alaptudás is. Hát egyfajta módon érdekelt, hogy hogyan működik a mikrovilág, vagyis a növények, a természetnek a fejlődése, és hogy ezt hát egyfajta módon szerettem volna reflektálni az alkotásaimba, csak hogy középiskolába konkrétan én azt nem tudtam hogyan kivitelezni, úgyhogy úgynevezett mimézis alkotás folyamatban voltam, hogy a művész az, amit lát, azt az átérzést próbálja az alapra, vagyis például a vászonra vagy a papírra vinni. Úgy gondoltam, hogy ezen tudok változtatni, hogy magamnak az egész folyamatot érdekesebbé tegyem, és akkor úgy gondoltam, hogy különböző dokumentum, fotók, videókat készítésével egyfajta megoldást tudok találni. És ez a periódus konkrétan már az egyetem alatt történt meg. Mikor találkoztál először a bioárttal, mint bioárt? Igen, szóval folyamatosan épp megyünk a beszélgetésre, hogy a bioárttal konkrétan második évben igen, ismerkedtem meg multimédia órán, ahol a tanárnő bemutatta a művészetet olyan szemszögből, hogy nem csak képzőművészeti szempontból, úgy mondva, hogy festészet, szobrászat vagy grafika létezik, hanem ennek még egy tágabb formája is jelen van, és ezek közé tartozik a bioart is, ami egy mondjuk frissebb ágazata a művészetnek. Ez inkább vizuális művészet kategóriájába eshet, mivel annyi fogalmat is, meg szaktudást is igényel, mondjuk úgy, hogy egyszerűen szükséges több ember beavatkozásához is. Szóval én, mint képzőművész tudok önállóan is alkotni, viszont szívesen közreműködök például biológusokkal, mikrobiológusokkal, stb. Hogy nézett ki az első ilyen jellegű alkotásod? Hát az első alkotásom, ez most egy érdekes kérdés azért, mert megállás nélkül, szóval abba az irányban alkottam, de most, hogy az mennyire definiálható, mint bioart vagy bioművészet, az kérdéses. Viszont szívesen használtam már az alapképzés alatt természetes anyagokat. Szóval az épp a természetből van merítve, mint a föld, úgynevezett humusz, amit a növényekre is használnak. Ha már az anyagokról van szó, jelenleg milyen anyagokkal dolgozol? Jelenleg most a mesterképzés után konkrétan egy mikroorganizmussal szeretnék foglalkozni, vagyis foglalkozok, ez pedig egy folyamatot
ölel fel, szóval a fermentációs folyamatról van szó, ami konkrétan a kombuha készítését foglalja magában, és a fermentáció alatt egyfajta gomba jön létre. Ezek a mikroorganizmusoknak a szimbiózisával keletkezik, amire egy bizonyos időre van szükség, és ezt a gombácskát úgynevezett SCOBY-nak is hívják, ez egy angol rövidítése. Hogy néz ki pontosan a munkafolyamat? Hát a munkafolyamat az egy összetett folyamat, mert azért az elkészítés is egy időigényes dolog, meg bizonyos körülményekre is van szükség, főleg azért, mert élő szerves anyagokról van szó, ezért mondhatni úgy is, hogy steril, tiszta körülményekre van szükség, meg méghozzá meghatározott mennyiség, még tisztaság is kell, meg a hőmérséklet is ugye a térben vagy a szobában muszáj, hogy egy ilyen stabil arányban legyen. Hogy szoktad ezeket a dolgokat kikutatni, tehát hogy mihez mi szükséges, hogy néz ki ez a kutató folyamat? Hát ez a kutató folyamat is egy összetett része az egész alkotási folyamatomnak. Úgymond azért, mert még például a gomba fejlődik, addig én rengeteget kutatok, meg olvasok, hogy milyen megoldásokhoz lehet hozzákerülni. Beleértve szóval itt a konzultációk is szükségesek, például mikrobiológussal, aki konkrétan meg tudja mondani, hogy ennek a gombának, vagyis a cellulóznak mire van szüksége, hogy minél teljesebb formában, vagy minél minőségesebb anyagot tudja kapni. Mivel ennek a folyamatnak még nő a kicsi gombácska, kellenek úgynevezett vitaminok, enzimek, stb., ami azért tudja megetetni azt a kis élősködőt. Melyik volt eddig a kedvenc munkád? Hát azt nem tudom megmondani pontosan most, hogy mindegyik munkám kedvenc, ez olyan, amikor megkérdezik a szüléket, hogy mely gyerekét szereti a legjobban. Hát nem tudom pontosan megmondani, jelenleg mindig azt mondjuk úgy, hogy azt szeretem a legjobban, amit jelenleg csinálok. Szóval ez a legfrissebb folyamat, mert megint új kihívásokkal jár, és új kutatásokkal, és új ismerettségekkel. Úgyhogy így nagyon érdekel, hogy mi fog kialakulni most jelenleg, amin dolgozok. Sokat fotózol? Mondjuk rá. Igen, szóval ahogy a folyamat is ugye alakul, úgy próbálom ezt is kikövetni, mert legalább digitális formában akkor meg tudom örökíteni ezeket a részleteket, amit ugyanúgy a közönségnek is be tudok mutatni a kiállításon. Most az vagy videóformátumban van, vagy pedig digitális print, vagy más médiumokban. És ha már a kiállításoknál tartunk, hol voltak eddig kiállításaid? Hát... itthon Szerbiában is volt számos városban kiállításom, meg ugyanúgy külföldön is, egyelőre európai szinten, viszont most azért jobban tervezik külföldi kiállításokat, szóval mivel ez a szituáció is egy kicsit lenyugodott a vírussal, ezért az alkotók is, meg ugye más személyek is jobban tudnak utazni, sokkal flexibilisebb az állapot, hogy azért ki tudjon az ember jutni, viszont egy fontos dolog az is, hogy a művészeknek egy nagy kihívás, hogy külföldön kiállítsanak azért, mert itt egy csomó, mondjuk úgy, hogy papírológiai ügyről van szó, és akkor itt nincsen még konkrétan definiálva, hogy mi a műalkotás, mi nem műalkotás, és akkor ez egy hosszú folyamattal jár, és nem könnyű vele szembesülni. Nem igazán tudom elképzelni, hogy megnézem ezeket a műveket, és magyarázat nélkül értem is őket. Rád is szükség van egy kiállításon, igaz? Mondhatni úgy is, igen. Viszont a kiállítást is próbálom úgy felállítani, ebben az esetben, hogyha van kurátor, akkor a kurátorral megbeszéljük közösen, vagy pedig, ha önállóan szervezem az egész kiállítást, akkor is, hogy olyan felállítás legyen, hogy a szemlélőnek minél érdekesebb is legyen, szóval minél gazdagabb médiumokat mutassak be. Most abban az esetben lehet például egy nagyobb alkotás, egy miniatúrával, egy kisebb munkával, akkor például az asztalon különböző kisebb tárgyak vannak, amik segítséggel ugye létrejött a nagyobb munka, ugyanúgy van egy videodokumentáció is, más kisebb tárgyakkal, szóval, hogy egy egész folyamatot be tudjak mutatni, ahhoz szükséges több fajta anyagra is. Milyen visszajelzéseket kaptál eddig?
Különféle visszajelzés van persze, ami számomra nagyon sokat jelent, mert abból sokat tanulok is. Egyelőre mondjuk úgy, hogy Szerbiában, a mi térségünkön nem annyira ismertek az emberek, ami ez az egész, ugye a maga az anyag is furcsa, hogy most ezt hogyan lehet képzőművészetben vagy vizuális művészetben ezt felhasználni. Viszont mondjuk úgy, hogy a külföldi országokban, például Hollandia, vagy Finnország, vagy sőt Szlovénia, ami közelebb van, ottan teljesen elfogadó mondjuk először is a bioart, mert mi nálunk a bioart is még azért nem annyira úgy mondjuk aktuális, és ott például teljesen elismert irányzat is, még amikor például amikor kint voltam Szlovéniában, akkor is, szóval amikor megismertem egy újságírónőt, akkor kérdezte, hogy mivel foglalkozom, mondom, hát konkrétan bioarttal, megmutattam a munkát, és rögtön tudta, hogy miről van szó. Szóval nem kellett külön definíciót mondanom, úgymond, hogy mi mindent foglal magába ez az irányzat. Honnan veszed az inspirációt? Hát sok mindenből. Először is természetesen ugye az hétköznapjaimból. Mondjuk úgy, hogy a család. A család is egy nagy inspiráció számomra, mert onnan indult az egész. A barátköröm szintén. Természetesen a műtermemben lévő növények is inspirálnak, azért is van ennyi. Úgy szintén a nyugalom. Mennyire lehet megtervezni egy adott művet, tehát itt te és a természet együtt alkottok, de te mennyire tudsz egy adott művet megtervezni előre, hogy fog kinézni, vagy lehet-e egyáltalán? Hát lehet egy bizonyos fokig kitervezni, hogy ugye milyen alkotást szeretnék, bár is, hogy milyen formában szeretném bemutatni. Na most itt, ha erről a Scoby nevű anyagról van szó, cellulózról, akkor teljesen más a folyamat, szóval mondjuk úgy, hogy ilyen 50-50%-os aktivitásról van szó, hogy azért én az elejét összerakom. Attól függ, hogy milyen formában tud a kis cellulózis kinőni, ezért számomra is ez egy hozzáadott inspiráció is, mert különböző amorf formákkal tudok játszadozni is, és amikor a végső folyamatról van szó, itt konkrétan a tisztítás, a szárítás, a fixálás, vagyis a preparálást is, ugye azt már én végzem. De azt a növési folyamatot, ami különböző pillanatokkal jár, amik várhatatlanok tudnak lenni, azokat azért átereztem a kis mikroorganizmusoknak. Említetted, hogy nincs kedvenc műved, de van-e mondjuk olyan, amit legjobban élveztél elkészíteni? Ezt a munkafolyamatot le tudnád-e írni? Hát a kedvenc munkafolyamatom az, amikor rábukkanok érdekes inspirációkra, ami az írásokat illeti. Szóval találok bioartos könyveket, vagy más művészeket, akik arról beszélnek, azok nagyon inspirálnak. Ami a kivitelezési folyamatot illeti, hát az mondjuk rá a legérdekesebb az, amikor már látom, hogy hogyan fejlődik a gomba, és ebben van haladás, például nem jelenik meg a penész, akkor annak nagyon örülök, mert akkor egy egészséges, sokkal vastagabb, még konkrétabb anyagról tudok, és avval tudnám dolgozni is. Viszont természetesen a penész megjelenése se olyan káros, úgymondva, mivel érdekes vizuális hatásokat is el lehet vele nyerni, úgymond azt is fel lehet azért egy bizonyos tárgyra például használni. Szóval itten megvan mind a kettő irányban a megoldás, meg az inspiráció is. Honnan szoktad beszerezni ezeket a nyersanyagokat, vagy lehet így mondani? Hát a nyersanyagokat konkrétan bioüzletből szerzem, szóval mivel az egész folyamat nem annyira megterhelő, és ez is volt egy fontos kiinduló pont számomra, hogy minimális mondjuk befektetéssel is jár, és környezetbarát is, mivel fekete teára van szükségem, meg cukorra, meg vízre, és ez alapján fejlődik ki ez a gombácska is, úgyhogy esetleg, ha hozzá szeretnék adni egy kis savasságot, akkor citromot is beleadok, de ez... Volt már olyan, hogy valami nem úgy sült el, ahogy tervezted, vagy mi tud itt egyáltalán rosszul elsülni? Rendszeresen benne van ez az eset. Soha nem úgy alakul, ahogy én tervezem, ez pedig egy érdekes paradox a személyiségemmel kapcsolatban, mert általában mindent úgy csinálok, ahogy
kiterveztem, és ezért is szeretem ezt, amit csinálok, mert magamat tanítom egyfajta új módszerrel, hogy hogyan lehet az ember türelmes, és hát érdekes számomra, nem tudom, hogy itt, ahogy előbb is említettem, hogy megjelenik a penész, szóval ez a fő faktor, ami így gátolni tudja a munkámat, vagy hogy milyen gyorsan tudok alkotni, és mert azért időigényes, hogy ez a folyamat még nem alakul ki a cellulóz, addig ugye várni kell minimum egy héttől egy hónapig. Attól függ, hogy milyen alapban van, szóval mondjuk egy 2 literes dunsztos üvegben azért egy 10 napon belül ki tud fejlődni, ha rendes körülmények között van, ha pedig egy mondjuk egy ilyen 50x50 centis kis akváriumban van, ugye akkor a felszínt foglalja magába a cellulózis, és akkor több időre van szükség erre a szimbiózisra a mikroorganizmusok között, és akkor az beletelik azért legalább 1-2 hónapba, és attól függ. Volt egy Power of Plants című kiállításod, tudnál-e erről mesélni egy kicsit? Hát szerencsém volt, vagyis nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy Sípos Tünde tavaly meghívott erre a csoportkiállításra, és megbeszéltük, hogy milyen alkotással tudnák szerepelni. Azt gondoltam abban az esetben, hogy épp Maria Sumáráccal dolgoztunk egy projektumon, ami úgynevezett mikrobiális koncert című projektumunkkal fel tudnánk mutatni a tudásunkat, meg amit elértünk. Viszont ez a projektum is még folyamatban van, mert ő jelenleg Finnországban van mesterképzésen, és akkor, mikor visszajön, akkor folytatni fogjuk egy magasabb nívón ezt a kísérletezést is. Egy zenészről van szó. Zenészről is, meg hangdesignerről. Szóval igazából hangja is van a műveidnek. Így van. Szívesen dolgozol-e együtt más szakmában tevékenykedő emberekkel? Igen, mondjuk Mária az egyik közülük, ugyanúgy biológusokkal is szívesen foglalkozok, meg építészekkel is. Beleértve most például, ha meg szabad említenem az új projektumomat, a biofabrikát, hogy itt konkrétan erről az anyagról is lenne szó, ami majd egész nyár végén lesz egy panelbeszélgetés, augusztus 1-én konkrétan, már tudjuk a dátumot is, a Kulturális Központban, Szilarában, és oda hívtunk el egy pár embert, aki a saját szakmájából ezt meg tudná közelíteni, egy ökológust, mikrobiológust, ugyanúgy biológust is, mondjuk úgy, hogy kurátort is, meg más aktív személyeket, akik a kultúrában dolgoznak, és azért föl tudják fedezni, vagyis a felszínre tudják hozni a közönségnek, hogy az ilyenfajta művészetnek mennyire van helye ezen a téren. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig további jó tévézést kívánok.